A gyermekjóléti kerekasztalok megtartását a gyermekvédelmi törvény írja elő. Szabályozza, hogy évente legalább 6 alkalommal tartsanak az érintett szakemberek bevonásával ilyen tanácskozást az intézmények. Ez azt jelenti, hogy a társintézményekkel legyen egy olyan állandó, kölcsönös kapcsolat, amelyben az eseteken kívül bizonyos témák köré csoportosítva a gondolatainkat áttekintjük bizonyos időközönként, ez általában 1-2 havonta van. Az, hogy azok a célok, amiket megfogalmazunk egy-egy évre, azok hol tartanak, illetőleg tematikus beszélgetések, szakmaközi megbeszélések zajlanak ilyenkor. Ahogy most lehet látni már, ahogy jönnek a meghívottaink, az iskolák, óvodák, gyermekvédelmi felelősei, gyámhivatal, gyámhatóság, rendőrség, gyermekvédelmise, védőnők, ők azok, akik állandó résztvevői ezeknek a beszélgetéseknek. Sárospatakon a jelzőrendszerek jól működnek, ezért a kezdeti havonkénti kerekasztalt most már 2 havonta tartja a családsegítő és pedagógiai szakszolgálat. A 2009-2010-es tanév első megbeszélése egy pályázati beszámolóval kezdődött. Egy olyan 16 milliós támogpályázatnak a megvalósításán dolgozunk, amelynek a keretein belül nyáron napközistábor, családi délutánok és egy családi nap is zajlott Halászhomokon. Emellett most indítjuk azt a 4 csoportot az Erdély János iskolában, a Vai szakképzőben, illetőleg a Rákóczi iskolában, szülőknek pedig 2 csoportot, amelyeknek a megvalósítása most zajlik. Szeretnénk beszámolni az eddigi programokról. Egy másik téma is felmerült a megbeszélésen. Új programja ennek a program eleme ennek a mai napnak. Tavaly az éves gyermekvédelmi tanácskozáson fogalmaztuk meg azt, hogy újra föl kell venni a kapcsolatot, és nyitni kell a cigány kisebbségi önkormányzat irányába. Ezért hívtuk meg Budai Karcsit újra. A Halászhomoki napon ő már sokat segített nekünk, föl is lépett a kis családi zenekarával együtt, szórakoztatva a többieket. De a szervezésen kívül most kifejezetten szeretnénk közösen áttekinteni a romáknak, a cigányoknak a mostani helyzetét, nehézségeit itt a városon belül. A gyermekjóléti kerekasztalok Sárospatakon a gyermekjóléti szolgálat megalakulása óta rendszeresen működnek.